Nem volt kérdés, hogy az egészségügyben fog dolgozni, mondta Víg Iréna, a Toldy Ferenc kórház szociális munkása. Már 14 évesen tudta, hogy segítőhivatást választ. A Török János iskolában végzett ápolóként, majd 5 éven át a szülészeti osztályon dolgozott Cegléden. Aztán Jászkara Jenőn 15 éven át szociális gondozó volt, lediplomázott, majd visszahúzta a szíve Ceglédre, és azóta az egyes pszichiátriai osztály munkatársa. Mint mesélte, szörnyű sorsokba lát bele, nehéz élethelyzetbe került betegeken segít. Hivatását szenvedélyesen szereti, még akkor is, ha sok eset nagyon megérinti lelkileg. Nagyon szeretek az embereken segíteni, ilyen kis intézkedős vagyok, és akkor az én nekem így nem jelent problémát. Tehát a hivatás szeretetben nyilván az a fantasztikus kollektív, aki ön mögött áll, az is benne van. Igen. Még ezt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon klassz brigáddal dolgozunk együtt, úgyhogy nagyon jó össze tudunk dolgozni. Orvosaink tényleg nagyon a szívükön viselik a beteg embereknek a sorsát, úgyhogy a pszichológusaink nagyba segítik az ő gyógyulásokat, a terápiás munka kiváló. Víg Irén 39 éves munkáját, hivatása iránti alázatát a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is elismerte a közelmúltban. Pest megyében egyedüliként vehetett át oklevelet a Szociális Munkanapjára szervezett országos ünnepségen. Nagyon meglepett engem ez a dolog, én erre nem is számítottam, úgyhogy itt köszönöm meg a kórház vezetőségének és az osztályunk vezetőségének, hogy úgy gondolták, hogy érdemesnek tartanak engem erre a díjra. Hát nagyon jó eset. Az elismeréshez már eddig is rengetegen gratuláltak, ami nagyon jó leső érzés, mondta Irén, aki meghatódva tette hozzá, nem is gondolta volna, hogy ennyien ismerik és szeretik. Arról is mesélt, hogy van a családban, aki továbbviszi hivatását, hiszen lánya is diplomás ápoló lett. Büszke rá, hogy ő is alázattal, tudása és szíve legjavával végzi munkáját.